Sziasztok! Nemetsz Gábor vagyok, a BKV beruházási és műszaki fejlesztési főosztályvezetője. A mai vlogomban egy úszódok működését fogom bemutatni nektek. Az úszódoknak neve nincs, csak lajstrom száma, MG10129. A dokk a BKV tulajdona, és 1970-ben épült, a Népszigeten található, ahol most is vagyunk, a Zsilip utcában. Azt fogjuk most megnézni, ahogy egy BKV hajót, név szerint a Lágymányost, a dokk a vízre bocsájtja. A Lágymányos, ahogy egy korábbi vlogban is elhangzott, a vízibuszaink egyike, 150 személyes, és alapvetően hivatásforgalmú hajózásra alkalmas. Korábban azért kellett kiemelni, mert a víz alatti részen meghibásodásokat tapasztaltunk, és ezeket nem lehetett a hajó vizentartásával elhárítani. De amíg a szárazföldön tartózkodott, a szakemberek a legszükségesebb javítási munkákat, úgy mint például a szegecselés javítását és a kormányszárak beállítását, valamint a kílhűtő, ami a motor hűtéséért felel, ennek a tisztítását és javítását is el tudták végezni. Ekkor került sor az időszakos karbantartási feladatok végrehajtására is, az állag megőrzése érdekében. Ilyen volt például az elektromos rendszer felülvizsgálata, illetve a motorok karbantartása. A hajótest festésére most nem kerül sor, mert az állapota ezt még nem indokolta. Egyébként a hajók előírt ciklusrendje 10 évente teszi kötelezővé a parti szemlét, amikor a szakemberek meg tudnak győződni a hajó vizen nem ellenőrizhető, nem javítható alkatrészeinek, részegységeinek az állapotáról, így a kormánylapátok, a hajócsavarok és maga a hajó testnek a műszaki állapotáról. Amit most láttunk, az nem egy parti szemle volt, hanem olyan javításoknak az elvégzése, amiket a vízen nem lehetett megcsinálni, és nem voltak halaszthatók a parti szemle idejéig. Egy teljes dokkolási művelet úgy néz ki, hogy a dokk egy része víz alá süllyed, ebbe úszik bele a hajó, majd rögzítik a hajótestet, és az egész dokk kiemelkedik, miközben szivattyúzzák ki belőle a vizet. Ez körülbelül szeptember végén megtörtént, és most, amikor a vlogot felvesszük, október közepén újra vízre rakjuk a Lágymányost. A vízberakás folyamán a dokk ballaszt tartályai megtelnek vízzel, a dokk a súly miatt lesüllyed, és a hajó szabadon ki tud úszni belőle. Ilyen dokkból talán ez az egy, vagy nagyon kevés van az országban, a BKV is bérbe adja, így napi használatban van, azonban korlátozott, milyen hajókat képes kiemelni, hiszen alapvetően a BKV hajókra lett méretezve, ezért 8 méternél keskenyebb és 35 méternél rövidebb hajók kiemelésére alkalmas. A Lágymányos most téli pihenőre készül, a Dunapesti oldalán tölti a telet. De nem minden hajónk pihen meg. A BKV-nak összesen 11 dunai hajója van, néhány a közforgalmi hajózás szüneteltetése idején sem tétlen, folyamatosan különböző rendezvényekre, például iskolai kirándulásokra, céges vacsorákra, születésnapokra van kiadva, sőt, mi bonyolítottuk idén a Sziget Fesztivál vízi közlekedését is, több mint 13 ezer utast szállítottunk egy hét alatt. A Lágymányos tehát újra a vizen, újra a BKV flotta oszlopos tagja, keressétek őt és a többi hajónkat is honlapunkon. Ha tetszett a vlogom, keresd a BKV többi videóját is.